Albafehérvár kosárlabda klub idén is nagy lelkesedéssel és komoly tervekkel várja az új szezont, amit egy családias kötetlen rendezvénnyel indítottak útjára a szurkolók és a játékosok közös részvételével. A szezonnyitó családi nap alkalmával az érdeklődők először találkozhattak a 2024-2025-ös idényre összeállított csapat tagjaival és az edzői stábbal. Az eseményt Simon Balázs ügyvezető nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a csapat augusztus közepén kezdte meg az edzéseket, és bár az eredményekre még várni kell, az új igazolások, mint Filipovics Márkó, Krivacevics Márkó és Németh Ákos érkezése, valamint a korábbi kulcsjátékosok, köztük Vojvoda Dávid megtartása, bizakodásra ad okot. Simon Balázs hangsúlyozta, hogy a klub elkötelezett a szurkolók iránt, és reméli, hogy az idei szezonban is magas színvonalú teljesítményt nyújtanak majd. Az elmúlt évek eredményei, amit elértünk itt az utolsó három évben, egyre inkább megmozgatja a gyerekek fantáziáját is, egyre inkább szeretnek meccsre járni, és ezáltal pedig utána egyre jobban érdeklődnek a kosárlabda iránt, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez a mai rendezvény is, ami most már harmadik éve tartunk meg, és ugye ez inkább családi nap, de ahogy mondtad, toborzó is, hogy minél több gyerek megszereti ezt a sportágat. Mészáros Attila alpolgármester a város nevében köszöntötte a résztvevőket, és kiemelte, hogy az Albafehérvár nem csak múltja és jelene, hanem jövője miatt is méltán népszerű. Beszédében kitért arra, hogy a város igyekszik minden szükséges támogatást megadni a sportklubnak, és reméli, hogy az új szabályok kedvezőbb helyzetet teremtenek a magyar játékosok számára. Nagyon jó ötlet, hogy kicsit az utánpótlással közösen tartja a szezonnyitóját az Albafehérvár kosárlabda csapata. Azt gondolom, hogy a városban így méltán népszerű a csapat, a múltja, a jelenés, hát bízunk benne, hogy a jövője miatt is, hiszen az elmúlt években sok-sok dobogós helyezést ért el a felnőtt csapat, és hát nyilván fontos, hogy a felnőtt csapatban pedig legyenek olyan példaképek, akik aztán a fiatalokat pedig vonzák az utánpótlásba, és hogy minél többen sportoljanak és minél többen kosárlabdázanak. Ez a város igyekszik minden anyagi és infrastruktúrális lehetőséget is biztosítani. A nap folyamán a játékosok és az edzőstáb bemutatkozása mellett különböző aktivitások is várták a résztvevőket, köztük streetball és páros dobóverseny. Az esemény keretében tombola vásárlásra is volt lehetőség, amelynek bevételét az Albafehérvár a Befogadlak Baptista Gyerek Otthon számára ajánlotta föl.